Déter Renikő és Rékasi Károly fia Zsigmond már régóta részt vesz kormányellenes civil megmozdulásokon. Itt éppen a könnygázt mossák ki a szeméből egy ligetvédő akció után. Ez a felvétel pedig a diáktüntetés után készült a belvárosban. Rékasi Zsigmond a tüntetésen is felszólalt, nem sokra rá viszont rendőrségi házkutatás volt a lakásán, a laptopját foglalták le, hivatalosan egy korábbi grafitis ügy miatt. Rékasi Zsigmond a vendégem, aki csörögve-zörögve jött be, de jó estét. Jó estét kívánok, nagyon bocsánat, hát a láncom most, mert ezt többen mondják, hogy szokatlan, de hát valamivel ki kell tűnni, hogyha az ember mondjuk nem költő, nem aktivista. Akkor cipeli a láncai, de ez hol van a lábán, most komolyan nem, én csak a csörgés hallottam. Hát így az oldalamon. De mekkor, nem látom. Ja, Ez jó. És ezt, tehát, hogy mindig ezzel jár. Igen. Hát, rendben van. Mi történt? Mi volt ez a számítógép? Lefoglalás? Hogyan? Milyen körülmények között? És mit tudunk? Még múlt egy csütörtök reggel, miután elmentem iskolába, azután bekopogott négy rendőr, ugye édesanyám felkelt, lebattyogott, és kinyitotta nekik az ajtót, majd tartották a határozatot, amiben az állt, hogy megalapozott gyanújuk van, hogy én falfirkálást követtem el, amivel, hát hogy, hogy mondják ezt, ismeretlen elkövető ellen indult eljárás még október 6-a óta, valahogy ez mostanra jutott el ideig, és hogy feltételezhetően én 135.277 forintos kárt okoztam. Viszont ami különleges ebben a határozatban, hogy azt mondják, hogy ez nem haladja meg a szabálysértési értékhatárt, ami meg olyan 50 és 60 ezer forint között mozog. Tehát ez megint csak egy ilyen furcsaság. Akkor ez így hogy? Meg egyébként, hogyha valaki, mi ez rongálásnak minősül, vagy minek rongás? Nem túl gyakori, szerintem ez lett gyanús önnek is, meg csomó mindenkinek, hogy nem túl gyakori, hogy egy graffitizés miatt egyszer csak bekopog négy rendőr, és viszi a számítógépet, meg a laptopot. Meg nem is voltam kihallgatáson, nincsen idézés, semmi se. Azóta volt. Se? Nem. Tud valamit abszolút. A számítógépek sorsáról? Már visszakaptam őket, két napba telt, és már csörögtek édesanyámnak, hogy mellett a Budaörsre, de azt szeretném leszögezni, hogy nagyon sokan bántják szegény rendőröket, akik ugye intézkedtek, de hogy abszolút az intézkedő rendőrök is, úgy általában a rendőrállomány nagy része teljesen jó szándékú, és ők egyértelmű, hogy nem erre szerződtek, hogy ők igazságot szeretnének szolgáltatni, és ezért küzdeni, nem random kamaszoknak a számítógépeit lefoglalni, tehát hogy ezért szerintem ne őket bántsuk, hanem értelemszerűen parancsot kaptak, ezt valaki jóval felettük kitalálta, és... Szerintem, aki belegondolt ebbe az egész történetbe, az azonnal így is gondolta önmagától is, hogy nem mondjuk négy járőr találta ki. Ugye Détár Enikó és Rékasi Károly az ön édesapja és édesanyja, mindkettőjüket nagyon szeretjük és tiszteljük. Azért én anyaként belegondoltam, hogy ezt csak csöngetnek a rendőrök, és azt mondják, hogy itt egy papír és a kislányod kisfiad számítógép, mit kapott a szüleitől? Először arra számítottam, hogy majd jól leszidnak ilyen-olyan megvonások, történnek szobafogság esetleg, ami nagyon unalmas lenne számítógépek nélkül mostanság. De már visszakaptam. Már visszakaptam, igen. De mégsem ez történt, hanem tényleg a legnagyobb nyugodtsággal mondták, hogy jó, igen, ez most gáz, viszont hogy nyugodjak meg, mert ahogy már én is leigadtam, mert először nagyon kiakadtam ezen az egészen, majd megmutatták nekem a határozatot, édesanyám, és abban az állt, hogy az egyetlen bizonyítékuk, ami a rendőrségnek van, az az, hogy én vagyok ennek a mozgalomnak az egyik szervezője. Ez így elég furcsának tűnhet bárki számára, hiszen az előttem bejövő Vona Gáborral, hogyha például hozhatnék, hát ha valaki kiírja mondjuk egy ilyen vízműves dobozra, hogy hajrá Jobbik, akkor azért most őt vennék elő, mennének Vona Gáborhoz lefoglalni a számítógépeit. Természetesen nem, ezért nem értem, hogy a mi mozgalmunk csoportosulásunk esetében miért ez az eljárás. Igen. De ráadásul biztos építkező csoport, én rákerestem Facebookon, tehát van 500, nem tudom, 590 valány követőjük. Igen, tehát, hogy azért, nem is vagyunk egy gigászi hatalom, nem megdöntő egy gigászi soros erő, hatalom, tehát, igen. Igen, azt hiszem. És viszont nagyon jó reklámot csináltak nekünk, tehát több
többek között felmerült az is, hogy vagy a BRFK-ban valaki, vagy a kormányszervek egyéb részén tetszünk mi valakinek, igen, esetleg, és ezért ránk küldték a rendőröket, mert bőven 3-4-szeresére nőtt a mi támogatói bázisunk, és nagyon sokan mellénk állnak a tüntetésünkre is, amit február 9-én szervezünk, ez lesz a protesztivál, arra is jóval többen jelzik, hogy ott lesznek, sokkal több megkeresést kapunk, úgyhogy hát szegről végről jól jött nekünk ez a házkutatás. Jó, biztos, hogy nem ennek szánták, azért ebben ne ringassalogát. Jó indulatú fiatalról van szó, de szerintem nem így történhetett. De egyébként hogy történhetett? Tehát a legutóbbi diáktüntetésnek is egy, az előbb mutattunk képeket, egy hát főszereplőjévé vált ön, meg amikor a diákok vonultak, és a rendőrök szintén valószínű utasítást követve igazoltatták önöket, aztán ott azért volt egy kis félelem is, hogy mi lesz ebből. Ott is ott volt. Tehát egy kicsit... Engem mondjuk pont nem igazoltattam. Igen. Szóval, hogy a diáktüntetés résztvevői közül ön az, akit ilyen, mondjuk egy házkutat, vagy egy számítógép lefoglalása ilyen utóéletben ilyen atrocitásért, vagy másokat igen, is? Igen, a többiek felé pusztán szabálysértési eljárás történt egyszer-kétszer azért, hogy vonultak az utcán, ehhez mondjuk megvan minden joguk, tehát ez megint csak egy ilyen furcsaság, őket úgy néz ki, hogy ezzel tudták elérni. Én mivel pekjükre, hogy a rendőrök körbeálltak minket, pont egy pub előtt álltunk, mi meg bementünk oda, vettünk narancslevet, azt megittuk, ezért ugye engem már nem igazán tudtak elővenni, majd a főbejáratot rendesen körbeeltek, viszont volt egy hátsó vészkijárat, senki nem gondolt bele, hogy a gyönyörűen ki lehet sziszolni, igen, úgyhogy lehet, hogy ez lett az utóhangja. Mitől lehet ön érdekes a hatalomnak? Azt hiszem, ez az újfajta módszer, amivel mi próbálkozunk a művészet, az, hogy mi költők vagyunk, zenészek, grafikusok, és tényleg alapvetően művészek gyülekezete, ezvel egy újfajta elképzelés, megmozdulás, ez nagyon sok ember tud megmozgatni, és... Gondolkodnak? Igen, meg mivel nagyon sok ember tudunk megmozgatni, ezért ez ettől félnek is. És úgy látom, hogy a kormány oldaláról nagyon sokan, ezért is még amikor szépen lassan duzzadt a tömeg, amivel vonultunk éjszaka az utcán a spontán tüntetés során, akkor is rengetegen csatlakoztak be hozzánk az utcáról. Tehát egyértelmű, hogy az embereknek erre van igénye, és igenis odapártolnak az olyanok mellé, mint amilyenek mi is vagyunk, és ezt ugye próbáltak gyorsan lezárni a rendőrökkel, és most megpróbálnak utánunk jönni ilyen-olyan koncepciós indokokkal. Olyan sokszor beszélünk arról, hogy a fiatalok apolitikusok, nem érdeklődnek a közélet iránt, fejhallgatóval, fülükön, számítógép vagy laptoppal a hasukon, fekszenek otthon, aztán lesajnálják, hogy mi van a politikában, a közéletben. Hát ez most bebizonyította, ön nem ilyen, társai nem ilyenek. Mivel lehet a mai fiatalokat megmozgatni? Azt hiszem, mi is erről az oldalon próbáljuk megközelíteni majd a tüntetésünket. Én azt vettem észre, hogy a fiatalok a legjobban a tüntetésekben, és ezzel most lehet, hogy nem jó reklámot csinálok, de a buli részét szeretik, azt a szórakozást, hogy együtt sokan vagyunk, és különböző érdekes rigmusokat kántálunk meg ilyesmi, de tényleg ez a nagy közösségi élmény. De ezzel megmutatjuk a nagy közösséggel az erőnket is. Igen, pontosan. Tehát valószínűleg azért vagyunk egy nagy közösségben, mert arról a bizonyos dologról mi egyformán gondolkodunk. És a sok fiatal, akit amúgy nem vesznek komolyan, hirtelen egy komoly erő lehet, aki ellen még a rendőröket is kiküldik, és szerintem ez tetszhet annyira a fiatalok, hogyha más módon is, mint ami a megszokott, de lényegesen komolyabban veszik őket. Ez a mostani tüntetés milyen lesz? Ez a... Ugyancsak így az oktatás mentén és az oktatás problémái mentén fog megszületni, viszont mi egy szokatlantól, ugye ahogy elmondtam, egy eltérőbb megoldásból közelítjük meg, és... Például különböző performanszokkal, slam poetry-vel, az ugye egy olyan verses műfajban én is utazom, ilyen irányból tervezzük cselekvésre késztetni az embereket, mert erre van szükség, szerveződni és cselekedni. És mit kell cselekedni? Az embereknek nem elég, hogy a pusztán szavakban kimondják a véleményüket, legalábbis szerintem és szerintünk, a társaim szerint, hanem nyomást kell gyakorolnunk. De hát, hogyha mondjuk beadunk egy...
Igen, tehát hogyha beadunk egy ultimátumot, akkor nem elég, hogyha kimegyünk és elkántáljuk hatszor, hogy mondjon le, hanem igenis, akkor mellette le kell bénítanunk. A várost általános sztrájkot kell hirdetnünk, ezek így komolynak hangzanak, de nagyon könnyen elérhetőek, és tüntetést rém egyszerű szervezni. És erre mozgósíthatók is a fiatalok, úgy látja? Én úgy érzem, hogy igen, bár igen nagy az apátia, de talán mi fiatalok, a közülük valók lehetünk azok, akik ebből kiszaggatják őket. Megvan minden adat a számítógépeken? Megmaradt? Igen, igen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm.